A fadiak négy disznót áldoztak a farsangi szezon végén a barátság oltárán, ugyanis bőlér találkozóra hívták testvér településeiket. Szerettünk volna már összeismertetni két testvér településünk képviselőtestvéreit és képviselőit. Mi pontosan középen vagyunk, 700 km Németországban és 700 km Erdélyben a két testvér településünk, Grosshartau, illetve Gyergyóalfalu. És erre látszott kiváló alkalomnak egy ilyen böllér találkozó megrendezése. Jól tudom, a testvér településeken kívül más csapatok is indultak. Hányan vannak és kik ők? Hát még a faddi képviselő testület állított fel egy csapatot, és a környékbeli polgármesterekből hívtam meg egy 7 polgármestert, akik szintén elvállalták és eljöttek ide. Igaz, 10 óra tájban már nem volt egészben sertés, a polgármesterektől megtudtuk, nem mindenkinek volt könnyű dolga. Fülöp János ugyanis önkényesen osztotta ki a mangalica feldolgozását. Mitől magyaros ez a disznóvágás? Szerintem attól, hogy jók itt szúrtak velünk, mert a mangalica disznót adták a polgármestereknek, de hát azért a segítségekkel megbirkóztunk ezzel feladattal. Milyen különleges eszközök voltak, amik a mangalica megpörkölésében segítettek, hogyan boldogultak a dologgal? Én azt gondolom, a tűzünk az jobb volt, mint a többieké. Először is leszögezném, azért lesz mi csapatunk a legjobb, mert mi nekünk sikerült hanyat dönteni a disznót, és nem oldalra fektetni. A fűszerezés technikájára fogalmam sincs, mert olyan vegyszereket használunk szerintem, hogy csoda lesz, hogyha valaki megkóstolja. Na most kére jósolunk, hogy hát a belegből mire várható a jövő évre. A magyarok csak tátották a szájukat, amikor Grosshartau képviselői fellógatták a disznót, hát még amikor forró vizet öntöttek a kopaszra. Természetesen Németországban is saját használatra vágják a disznót. A különbséget abban látom, hogy nálunk a disznókat először forrázzák, és utána a megmaradt szőrt leégetik. Nem csak a németek állnak nekünk magyaroknak furcsán a disznóvágáshoz, Erdélyben az asszonyok dolgoznak. Ha egy kicsit humorosan akarok fogalmazni, akkor elmondhatom azt, hogy a férfiak azt szokták mondani, hogy miután leszúrják a disznót, megpucolják, maximum szétvágják, utána már az asszonyoké a munka, utána jöhet a pálinka, de igazából részt vesznek a feldolgozásba is. Nálunk egy nagyon férfias dolog a kolbásztöltés, azt a böllér általában nem szívesen adja ki a kezéből. Erdélyben ez hogy van, azt is az asszonyok csinálják? Igen, tehát nem szokás nálunk föltétlenül mészáros böllért fogadni egy disznóvágáshoz. Általában családias, baráti, szomszédsági segítségekkel szokták ezt megoldani. Akár az asszonyok, akár a segítségek ezt mindenképpen házilag szokták megtölteni a kolbászt is. Miután lefejezték és szétszették a disznókat, készült a pecsönye, a kolbász és a hurka, valamint minden nemzet elkészítette a specialitásait is a saját fűszereivel. Németországban nagyon sok majorannát és vöröshagymát használnak, fokhagymából viszont kevesebbet, mint nálunk. És természetesen ne feledkezzünk meg a köménymagról sem. A jó munkához azonban inni is kellett. Lélekmelegítőnek mindhárom ország tagjai szívesen fogyasztottak pálinkát, valamint vörösbort, aminek jókedvet csináló hatását az esti vacsorával semlegesítették. Este egy vacsorán felszolgálják a faddi civil szervezetek képviselőinek. Hány főt látnak vendégül az est folyamán? Hát 200 fő vendégre számítunk, ők a polgárőrök, tűzoltók, a boróka együttes, tehát akik a falui szabadidejükben sokat tettek az elmúlt években, akár az árvíznél, az önkénteseknek, akik kint voltak a gáton, őket mindegyiket meghívtuk. Az, hogy hogy ízlett az erdélyi káposztaleves a faddi közönségnek, a helyiek nem árulták el, de egy biztos, az este is olyan jó hangulatban telt, mint a délelőtt.